Nagy volt a látogatottsága 60-ig Rassalkovics művelődési házban május 25-én. Halmai László rajzot tanít Gödöllőn, emellett rajzműhelyeket is tart mindenféle korosztálynak. A foglalkozásra járók munkáiból készült kiállítást Görcsös Borbála nyitotta meg. ...2014-ben indult a rajzműhely Gödöllőn két taggal, és az évek során hamar nőtt a létszám. Már kialakult utána 2-3 évvel egy ilyen fix 40-50 fős csapat. A fő cél az, hogy a gyerekek, ugye az iskolai kereteken kívül szükség van arra, hogy a felvételik miatt begyakoroljanak bizonyos egyrészt technikákat, másrészt pedig témákat. Egyszerűen nem alkalmas a tanmenetnek az a része vagy a rövidsége arra, hogy valóban fel tudjon készülni. Tehát itt inkább évekről beszélünk, amíg kialakul egy olyan minőségű felkészültség, ami alkalmas arra, hogy sikeres felvételi legyen a vége. A kiállításnak a talán kuriózuma az, hogy visszahívtunk, volt rajzműhelyeseket, akik már a művészeti gimnáziumokból és akár a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karáról érkeztek, és hát óriási azt látni, hogy hova fejlődnek, ugye már a rajzműhely után is, közben is látjuk a fejlődést természetesen, de tényleg döbbenet, hogy milyen képeket hoztak. Györfi Tibor végzős gimnazista, építészmérnöknek szeretne tovább tanulni. Azt mondja, a felvételihez szükséges tudás jelentős részét a rajzműhelyeknek köszönhetően sajátíthatta el. Én voltam a szerencsés első két ember közt, az egyik, aki a rajzműhely foglalkozáson részt vett. A Budapesti Mérnöki Egyetemre adtam be a jelentkezésem az építőmérnöki szakra első helyen. Az építészet már kisebb koromban megfogott, amikor építkezés volt nálunk, illetve már akkor is nagyon szerettem rajzolni, még az óvodában, és utána ez a szeretet megmaradt, és ezt egészítette ki, ezt a szeretetet tovább éltette bennem a rajzműhely, amit Laci bácsi csinált. Mai napig járok egyébként a foglalkozásokra, 3 darab rajzom van egyébként a kiállításon. Az egyik egy szénrajz, 2 üvegről, ez még szerintem 3-4 évvel ezelőtti rajzom, tehát nem friss. A kiállítás június 15-ig lesz megtekinthető.